Sziasztok! Tóth Balázs vagyok, a Headshot fotós, és ebben a mai videóban a nagy sikerű Gunározás című videónak szeretném egyfajta finom hangolását megmutatni nektek. Nagyon sokatokhoz eljutott ez a videó, amit közzétettünk, viszont azt vettem észre, hogy sokan rosszul használjátok ezeket a trükköket. És szeretném most ezúttal megmutatni, hogy hogyan lehet ezeket a hibákat kijavítani. A gunározásnak a lényege, ahogy az előző videóban megmutattam, annyi, hogy egy helyben marad a tested, jól kihúzod magad, és onnan egy kicsit előre tolod a homlokod. Ettől szépen kifeszül az állél. Most nagyon sokan, amit csináltok ezzel szemben, az az, hogy nem is nagyon húzzátok ki magatokat, viszont a fejeteket így előre nyomjátok. Ettől, mint látjátok, teljesen eltűnik a nyakam. Ez baromira nem tűnik természetesnek. Szóval, amit tudsz ilyenkor csinálni, hogy jól kihúzod magad, megpróbálod meghosszabbítani fölfelé a nyakad, mint hogyha föl lennél kötve egy kötélnél fogva, és onnan nyomod csak egy kicsit előre az állad. Ez a lényeg az egésznek. A másik gyakori hiba, amivel találkozom, az akkor keletkezik, amikor ebből a szemből pózból átváltatok egy oldalsó pózba, és onnan fordul szembe a kamerával az arc. Minél inkább kicsavart a pozíció, és minél erősebben próbálod előre nyomni az állat, annál jobban kezd kijönni ez az ín itt a nyakon, ami nem túl szép, valljuk be. Amit ilyenkor lehet tenni, az az, hogy ebből a kicsavart pózból egy kicsit visszaengeded a vállad a háttér felé, és ilyenkor ez az ín is lazul a nyakon, és már is sokkal jobban néz ki. Az eredeti videóban megmutattuk, hogy mi történik, hogyha oldalt fordulsz, és onnan told előre az álladat, ez ugye nagyon látszik a felvételeken. Amit ilyenkor tudsz tenni, az úgy szólt, hogy megvan a füledet a vállad felé nyomni. Na, ez aztán igazán nehéz trükk. De amikor ezt mondom nektek, hogy a fületeket, akkor általában ezt az eredményt szoktam kapni. Úgyhogy azóta rájöttem, hogy nem is inkább a fület, hanem az áll csontot kell közelíteni a váll felé. Egy kis pantomai módszerrel, innen, ide. Ugye mennyivel jobban néz ki? Ezek a leggyakoribb hibák, amikkel találkoztam a gunározás használata közben. Érdemes egy kicsit gyakorolni otthon a tükör előtt, hogy lássátok, hogy mi az, amikor túl van már tolva, és elkezdenek az inak látszódni, illetve ne féljetek használni a gunározást, amikor valaki előránt egy kamerát bármilyen esemény közben, legyen ez családi nyaralás, vagy karácsony, vagy buli selfie, mindig érdemes használni a gunározást, mert ennél ez mindenképpen jobban fog kinézni.